A felszabadulók voltak újraosztása után lesz magyar műugró az olimpiai játékok, méghozzá egyéni számban. Kormos Villő ott volt Aténban és Pekingben is, most Rióra, Rióban próbált kvalifikálni, ami aztán végül kacskaringos úton összejött. Hát már is mesél a kiutásról és céljairól nekünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, mióta tudod? E, múlt egy csütörtökön hívtak este, hogy kiküldték a hivatalos kvótát, úgyhogy azóta pontosan, vagyis hát százszerzelékosan azóta. Na most, de igazából azért addig is valószínű volt. Igen, igen, mert úgy volt, hogy a világkupán, tehát a világbajnokság első 12 helyezettje kvalifikált, igen. illetve a kontinens bajnokok. Aztán a világkupán az első 18 kapott azonnali indulási jogot, de ugye itt voltak átfedések a világbajnoki döntősök és a kontinens bajnokok között, és azért kellett nekünk ilyen sokáig várni, mert a párosokkal összevetik, hogy hány induló van pontosan, és azért tudni lehetett, hogy a nagyjából ilyen 23. helyig meg lesz a kvóta. Tehát aki a világkupán 23. volt, az azért valószín, nagyon valószínű, hogy megkapja. Hát azért meg a bőven belül volt. Igen, hiszen én kőre. 21. lettem. Úgyhogy itt igazából mi majdnem, hogy azt mondom, hogy biztosra tudtuk, de nyilván azért meg kellett várni a hivatalos értesítést, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, megvan a kvóta. Na de azért, amikor végül is megjött hivatalosan csütörtökön, akkor azért pukkant egy pesgő? Nem pukkant de azért kicsit könnyebb már itt készülni, hiszen az elmúlt utolsó, vagy az utolsó két hétben volt bennem egy kicsi hogy mi van, ha mégsem, mi van, ha... Kicsit úgy nehezebb volt így készülni, de, de azért most már egy új lendületet kaptam, úgyhogy most, most ez sokat segített. Na most azt, amit mesélted, szóval ebben a sportágban sem valami egyszerű, akkor így kiszámolni, meg látni hogy ki hogyan jut ki. Azért vannak ilyen sportágok, hogy állati bonyolult megmondani a kvalifikációt, meg összevetni a táblázatokat, ez nálatok is így van. Az, hogy ennyit kellett izgulni, ezt most így magadra teszed a terhet, hogy magadnak köszönheted? Ez... Hát volt romtársam a világkupán, úgyhogy végül is mondhatjuk így. És igazából. Ne, nem is tudom, tehát próbáltunk nem ezzel foglalkozni. Tehát a világkupa lezárult, onnantól kezdve én már nem tudtam mit tenni, csak edzeni a tovább, uh -huh. továbbra is. Úgyhogy hát ez így alakult, mondom, sejtettük, hogy azért meg lesz, de azért így most már sokkal könnyebb. É, volt, amire utaltál, hogy volt, volt egy bizonyos lontás vagy hiba, igaz? Igen. Az, az mi volt? Az egyik ugrásomnak nem olyan volt az eleje, ahogy azt szoktam csinálni, és emiatt illetve én úgy éreztem, hogy nagyon jó, és emiatt másképp nyitottam, úgy éreztem, hogy sokkal korábban készen lesz, de amikor a vízbe, akkor éreztem, hogy ez még nem forgott be ez az ugrás. Hát igazából ennek ugye azért is van jelentősége, mert nem volt 10 méterünk, tehát nem tudtam én ezt annyit gyakorolni, de most már ugye nyitottba vagyunk, tehát most már tudok annyit gyakorolni, hogy remélhetőleg ez, ez kiavul az olimpiára. Uh -huh. Mert hogy akkor most már a, miután kim a nyitottba, meg van a magasabb ugrások lehetősége is. Nem Így olyan... van, tehát most már onnantól hogy honnan versenyzek, no, mert de ez a téli időszak. Ha valaki, vár, valaki, várja a szuperúszódát, akkor azt te vagy, nem? ez, így, ez így van, igen. Az végre fedetve is ez a lehetőség. Na most igen. egyébként. Már igencsak hosszú pályafutásod alatt te tudsz preferenciákat mondani, akár az egyéni szinkron, meg ugye a miugrás és a, a, a torony, tehát a magasság között is, hogy hogy mi a kedvenc? Hát ezt így nagyon nehéz meghatározni, mert igazából mindig más volt a kedvenc, mindig volt, amiben valamit szerettem, valamit nem. Igazából a szinkronban szeretem, hogy ott van valaki, tehát kicsit mintha csapat, sport lenne, tehát figyelni kell a másikra, a másik is figyel, a műn, tehát a deszkán az egy teljesen más jellegű mozgást hát Tehát az elindulás meg minden az ugye nem az ember. Igen, igen. tehát ez, nekem az, az feküdt, hát én ugye az olimpián Pekingbe, meg Aténba három méteren indultam, és csak húsz évesen mentem fel tíz méterre, úgyhogy az, amikor felmentem, a sokkal jobban tetszett, most már váltogatom, tehát innen is onnan is szoktam edzegetni, Edzegetni, hát nyilván nem edzegetni, három méterről javítunk technikai hibákat, úgyhogy most már mind a kettő tetszik. Most, hogy tisztázunk, ez torony lesz. Így van. Tehát egyéni torony az, Így ami, a, ami most Rióban rád vár. Riót tehát megismerted, láttad, Igen. hogy tetszett. Nekem tetszett, na, iszonyatosan meleg volt, tehát árnyékban is folyamatosan lacsoltuk magunkat. Én árnyékban is leégtem a például a flógra versenye alatt, tehát nagyon meleg volt. Ugye most tél, tél lesz náluk, úgyhogy valószínűleg kicsit hidegebb lesz. Egyébként maga az úszoda nekem nagyon tetszett. Mi bementünk a városba, és az is szép volt. Nyilván voltak olyan helyek, ami, ami meglepődne így, egy, egy ember, hogy, hogy fújt is lehet élni, de azok a részek, amit az olimpiára csinálnak, azt viszont nagyon-nagyon megcsinálták. Uh -huh. Legalábbis amennyit én láttam belőle. Na most mondtad, hogy a szinkronban azért, hogy a csapatban érezheti magát az ember. Meg nyilván, hogyha két egyéni versenyző van, akkor is úgy érzed, hogy van kontingens. Most a többieknek nem igazán sikerült magányos lesz -e. Igen, sajnos nagyon örültem volna, hogyha Gondos Flóra és Reisinger zsófia is ott lett volna, hiszen mind a kettőjüknek meg volt rá bőven a, sansz. Tehát a eddigi teljesítményeik alapján meg tudták volna csinálni, sajnos rontottak ők is. Úgyhogy hát ez nagyon, nagyon sajnálatos, hogy nálunk igazából ugye két lehetőség van arra, hogy kvalifikáljunk, és hogyha az egyiknél nincs ott az ember, akkor már csak egy esélye van, azt meg nagyon el tudja izgulni. Úgyhogy sajnál, sajnálatos módon igen, egyedül megyek. Uh -huh. Na most ugye, ahogy a utas ott voltál Aténban, Pekingben, szemtelenül fiatal vagy, de mégiscsak hát mint egy veterán, egy a nagyon hosszú pályafutás, ez már ugye, a ti ez jellemző korán kezdi az ember. Ahhoz képest, ahogy az előző két olimpiádon szerepeltél, most hogy, hogy kalkulálsz? És ez azért kérdés, hogy mit látsz a riválisoknál, mit látsz ebben a toronyugró mezőnyben? Nézem a mezőnyt, hogy kik jutottak ki. Nyilván nagyon erős lesz, hát meg csak egy olimpia. Hát nagyon nagy célom a középdöntőbe jutni, hiszen már Londonban és a világkupán 19 voltam. Ugye nálunk 18-as a középdöntő, ott kevesebb, mint egy ponttal maradtam le. Most is pár pont volt a 18-tól, tehát az teljesen reális egy középdöntő. Illetve, hogyha úgy összejönnek a dolgok, akár még egy döntő is beleférhet. Azt mondod, és akkor Remélem. Ha, hát igen, az jó, és ott? Ha összejönne, hát ott, az, az ott... már má bónusz minden. Igen, így van. Na most azt mondnak, hogy, e, tehát egyrészt fölmentél a toronyba 20 éves korod körül, de hogyha általában nézzük, persze a két műfaj más, de mint műugró, sportoló, műugró, toronyugró, sportoló, e, ezek alatt a hosszú évek alatt mi az, amiben szerinted a legtöbbet változtál, javultál, fejlődtél? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye tíz évesen elkezdtem a sportágot. nyilván az ember is változik ennyi idő alatt. Úgyhogy ezt így nem tudnám megmondani, hiszen nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nem csinálom ezt a sportot. Na minden esetre megbánni, nem bántod meg, az biztos. A, 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 hogyan készülsz a továbbiakban? van lesz -e végig? Ö, igen, Jó itthon edzek végig, illetve lesz egy versenyünk Olaszországban, egy háromnapos verseny, úgyhogy oda fogok még menni, ez egy utolsó felkészülési verseny, nagyjából egy hónappal az olimpia előtt, mármint az én versenyszámom előtt, Ö, úgyhogy még ott el fogok indulni, de végig itthon fogok edzeni. És akkor a többi, akiknek nem sikerült, az, azok ö, veled együtt edzőpartnerek lesznek, vagy ők ö, akkor elmennek pihenni? Szóval az hogy néz ki? Hát ők, ők most már pihennek, majd ugye most lélekbe készülnek a jövő évre, hiszen a jövő évben ugye itthon lesz a világbajnokság, úgyhogy ők már pihennek. Uh -huh, hát akkor tényleg itthon is magányos lesz a készülődésed, Hát úgy értem a többieket, hát, hogy Gondos Flóra és Reisinger Zsófia, uh -huh. ugye? de vannak ifi válogatottak, illetve még további felnőtt válogatottak, tehát velük együtt edzem, ilyen szempontból nem magányos. Korán sem az utolsó olimpiádra készülsz. Hát majd meglátjuk még. Most itt kitvasztam a jövő évi világbajnokságot, majd meglátjuk utána, hogy mi lesz. Uh -huh, világos, tehát Budapesti vizes világbajnoksághoz kell majd még, aztán a jövőben meglátjuk, hogy mit fog hozni. Akkor sok szerencsét rio Köszönöm szépen. Köszönöm hogy szépen. Voltál.